Sziasztok! Olteró vagyok, és mindenkit köszöntök itt a csatornán. Most a május és a június taroszkópját fogom nektek elmondani. Még mielőtt belemennék, meg szeretném jegyezni, hogy az ilyen havi, heti vagy napi, bármilyen ilyen jellegű tarók sosem helyettesítik a személyes elemzéseket, mert nyilván a sorsok el is térnek, már azért vannak olyan dolgok, amiket kollektíve is megélhetünk. Hogyha személyes konzultációra szeretné jelentkezni, lent minden elérhetőség és részlet ott lesz majd a cím alatt. De akkor nézzük is meg, milyen lapokat láthatunk itt, és itt van a torony, a kardok királynője, a botok ásza. A kosok most kihívások elé néznek, sok esetben, ami nagy változásokat jelent. Ezek megjelenhetnek konfliktus helyzetekben, vagy más katasztrófákban, munkaváltásban, iskolaváltásban, szóval valamilyen kellemetlen helyzetben. Sokszor ez azért van, mert nem megfelelően használtuk az energiáinkat, rossz irányok felé koncentráltunk. Így rengeteg olyan hitrendszerünk elavulttá válik, amit igaznak véltünk, de ezek akadályoznak, és ennél fogva a következményeik sem kellemesek. Most beléphet az életetekbe egy olyan nő, aki nagyon eszes és okos, és ez lehet özvegy is, abban az esetben férfi is lehet. Tényleg nagyon helyén van az esze, és pontosan ezért is nem jó, hogyha ő ellenségként jelenik meg az életünkbe, és hogyha találkoztok egy ilyen hölgyel, vagy özvegy férfival, akkor figyeljetek oda, mert ellenségként nem feltétlen jó helyzeteket fog eredményezni ez a kapcsolat. Viszont, hogyha barátként jelenik meg, akkor egy olyan személy lesz, aki nagyon jó tanácsokkal szolgálhat nekünk, mert nagyon penge az esze. Ugyanakkor itt még ez az állás azt is jelzi, hogy van egy olyan állapot, egy olyan állapotot jelez, ahol gyászoljuk a múltat, a dolgainkat, amiket elvesztettünk. Viszont vannak dolgok, amik ugye ott vannak és megszületnek, viszont ezeket a régieket el kell hagyni, tovább kell menni. És ezek gyors átalakulások lesznek, viszont a romok helyén ugyan a régi várunk már nem fog létezni, és nem is épülhet fel, és hogyha megpróbáljuk újra felépíteni ugyanazt, akkor egyszerűen lehetetlen is, nem működik, az már esélytelen. De viszont megkapjuk cserébe az újrakezdés esélyét egy teljesen más talajra, egy teljesen más dologra. És hogyha megtaláltuk ezt a teremtő földet, amiben érdemes ültetnünk, akkor az életünk ki fog tavaszodni, és ennek az esélye úgymond megvan. Ehhez viszont a régi hülyeségeinktől meg kell úgymond szabadulni, ami nyilván katarzissal is jár, szóval ez nem egy kellemes folyamat, viszont elébe mehetünk úgy, hogy nyilván tudjuk azt, hogy ez nem fog működni, ezért mi muszáj nekünk változtatni, hisz így is, úgy is rossz a helyzet, és ennél fogva használni kell az eszünket is itt ennél. Tehát alapvetően minden rossz ellenére is, itt cserébe kapunk valami újat és szebbet, és pontosan ezért is kell elébe menni, és a régi hülye hitrendszereket tényleg magunk mögött hagyni. Hogyha úgy érzitek, hogy nagyon elakadtatok, lehet érdemes még a tarót megkérdezni. Keressetek bátran. Általában a taró a valóságot térképezi fel, segít abban, hogy hol állunk, ezt így megmutatja. Nagyon jók még az életút elemzések, vagy a karma elemzések is, bár a karma elemzéseket akkor ajánlom, hogyha tényleg nem értitek, miért történnek a dolgok, ahogy. A blokkok feloldásában is segít, úgyhogy igazából alapvetően segít megérteni a gyökérokot, és megoldást is kínál. Ez főleg a rugalmasabb típusoknál jó, vagy kiegészítésnél egy esetleges másik gyakorlati módszerrel.
Ezek mindig tényleg sokat tudnak segíteni. A taró nagyon jó még a párkapcsolati kérdéseknél, mert gyakran nem tudjuk, hogy hol állunk a kapcsolatban. Valójában már minden válasz azért bennünk van itt is, csak a tudattalamban ott van rejtve, vagy nem vagyunk biztosak igazából benne, hogyha föl is jön egy ilyen intuíciós megérzéssel, mert az egónk megkérdőjelezi ezeket a megérzéseket. Viszont a taró önismereti eszközként a legjobb, ugye, így mindenkinek ajánlott saját felhasználásra is, hogyha tanulni szeretnétek, azzal kapcsolatban is nyugodtan kereshettek. Egy korábbi videómban már elmondtam, hogy hogyan lehet nálam tanulni. Szóval köszönöm szépen a figyelmet, örültem, hogy velem tartottatok, írjatok kommenteket, mert a visszajelzések nagyon fontosak, és hogyha tetszett a videó, lájkoljátok, és hogyha szeretnétek mindig frissen értesülni, iratkozzatok fel a csatornára, legyen szép napotok, sziasztok!